Oké, srácok, szóval hol is tartottunk? Ja, igen. Szia! Bianca vagyok. Egy pillanat. Jó, hozzá kell tenni, rohadt izgalmas résznél tartottam. Szóval igen, a gimi első éve aktív önmagamban való duzzogásban telt. Nekem sem ment nagyon a beilleszkedés, annyira nem is akartam beilleszkedni, mert addigra már szénnél romantizáltam magamban a társadalomból kitaszított magányos farkas státuszt, amit betöltöttem, és hát egyedüli újként belecsöppenni egy teljesen összeszokott osztályba nem könnyű feladat. Pedig nem mondhatom, hogy nem próbáltok segíteni. Emlékszem, 9. első pár hónapjában több osztályon belüli klik is versenybe szállt azért, hogy végül melyikben kötök majd ki. Dani, én és ez a 16 másik lány mögöttem megyünk holnap moziba. Van kedved jönni? Persze! Addig is, hogy lássátok, milyen szórakoztató társaság vagyok. Figyi, úgy tűnik végül elmarad a mozi. Tök kínos. Ja, kicsit olyan a csávó, mint egy rendezettebb Csubakka. Ki? Csubakka. Az valami kocka hülyeség. Figyi, úgy tűnik végül elmarad a mekizés, tök kínos. Úgyhogy ja, egyikben sem kötöttem ki. Viszont amíg az újdonsült osztályomban nem igazán sikerült barátokra lelnem, sulin kívül szerencsére jobb volt a helyzet. Ott volt ugye Kristóf, az örök társam a bajban, ott voltak gyerekkori barátaink Máték, a végtelen sok unokatesóm, és szép lassan elkezdtem új ismeretekre is szert tenni. Történt egyszer, hogy Kristóf felhívta a Minecraft szerverünkre másodunokatesóját, Eriket, akivel egészen hamar össze is barátkoztunk. Ugyanis, srácok, és ezt jól jegyezzétek meg, a Minecraft által összehozott barátságok királybarátságok. Ugye, Slayer 03, akivel azóta nem beszéltem, hogy egyszer az anyukája lehívta vacsorázni? Na jó, nem az összes, de Erikkel és Kristóffal így hárman tök jóba lettünk. Emellett pedig ekkoriban már több mint egy éve futott zseniális YouTube csatornám, rajta a Hülye Gyerekek sorozat borzalmas első évadával, amin keresztül több hozzám hasonló kezdő videóssal is net barátságot kötöttem, köztük egy bizonyos Gergővel is. Szóval a 9. tanévem nagyjából ezzel a kettős élettel telt. Sulin kívül dúskáltam a végtelen kockulásokban, Bén a kisfilm filmek forgatásában, csítosszagú házi bulikban, az osztályból viszont nem igazán barátkoztam senkivel és ők se velem. Egy kivételt leszámítva. Biancával ugyanis egyre többet beszélgettünk vagy nevetgéltünk szünetekben. Persze, nehogy valami komolyra gondoljatok, ez pusztán csak haveri alapon történt, oké? Csak haveri alapom. Így is teltek múltak a hetek, míg a 9. év véget nem ért, és eljött a nyári szünet, vele pedig az a bizonyos 10 napos római osztálykirándulás, amihez mit nem mondjak, semmi kedvem nem volt. 10 napot eltölteni azokkal az emberekkel, akikkel egy év alatt sem sikerült összebarátkozni, távol a sulin kívüli barátaimtól, távol a Minecraft szervertől, ez akkor maga volt a földi pokol. De anyu még befizettek rá, miszerint barátkozzál fiam, és őszintén, emiatt nem is lehetnék hálásabb nekik. A tábor 5-6 fős bungalókban laktunk. Persze, minden összeszokott klik egyből le is topizta a saját bungalóját, engem pedig azokhoz a srácokhoz osztottak be, akik hozzám hasonlóan kimaradtak ebből a stopizásból. Így a következő 10, illetve csak 9, talán emlékeztek erre a sztorira. Szóval a következő 9 napra a következő emberek lettek örök társaim a bajban. Bálint a Mi leszek, ha nagy leszek első részéből és a Balaton körbeciklis videóból, másik Bálint, vagyis az öreg FB, Ádám, aki ekkoriban élhette a lázadó korszakát ugyanis. Srácok, közenik, hogy 5 perc múlva Tali a tábor bejáratánál. Leszorom. Oké, elhagytuk az osztály többi tagját, és most itt vagyunk elveszve egy idegen városban. Leszorom. Elromlott a WC! Ádám, elrontottad a WC-t! Leszorom. Nem hiszem! Most rontottad el a WC-t! Igen, ez utóbbi tényleg megtörtént. És végül Peti, akire a tábor végére szintén ráragadt egy ismertetőjegy. Kértek kolbászt? Makóról hoztam. Így lett Peti a makó ember. Igen, annó gimiben elég könnyen skatujázódtak be az emberek. A táborban rengeteg dolog történt, csomó csak nekünk vicces sztori, amivel most nem untatnálak titeket, de a lényeg, hogy a jég áttört. A maradék emberekből összetákolt bungaló hirtelen a tábor középpontja lett, a bungaló, ahova mindenki átjárkált, ahol az igazán fontos dolgok történtek. Legalábbis mi így éltük meg. Másoknak inkább ilyen lehetett. Ebben a bungalóban kik is vannak? A fura új srác, akit majdnem elhívtunk mozizni. A másik, aki tönkretette a WC-t, meg a makó ember. Minden esetre végre úgy éreztem, hogy beilleszkedtem. 7. óta először. És akármennyire is tartottam magam eddig ahhoz, hogy én már pedig a menő kívülálló vagyok, azért jó volt újra egy közösség tagjának lenni. Srácok, azt, hogy hogy végződött a tábor, már meséltem nektek. A bungalókat kirabolják, emiatt egy nappal előbb hazamegyünk, otthon kigyullad a házunk, igen, volt egy ilyen videó is. Így betűnél a teljes sztori. De amit akkor nem meséltem... Szia,
Hallottam, hogy kigyulladt a házatok. Biancával egész nyáron cseteltünk. És cseteltünk, és cseteltünk, de higgyétek el, de tényleg, hogy csak és kizárólag haveri alapom. Cseteltem vele abban a bizonyos evezős táborban, cseteltem vele bogláron bóbozás közben, sőt, nyár végén még haveri alapon az Ice Bucket Challenge-re is kihívott. Igen, ez 2014 nyara. Aztán szeptemberben, mikor immáron tizedikesként újra beléptem az osztályterem ajtaján, már egészen más fogadott, mint egy évvel azelőtt. Az osztálytársaim boldogan üdvözöltek, FB-vel elkezdtünk agyalgatni egy közös filmterven, ahol a hős makó ember Ádámmal a gonosz mindent lesz a rugalom emberrel csap össze. Biancával mosolyogva köszöntünk egymásnak, és bár közben otthon le volt égve a házunk, én pedig akkoriban egy kicsi, hideg műhelyben aludtam. Akkor is úgy éreztem, minden rendben van.